Hello everybody, ez itt a Royal Movies, ma pedig a Guardians of Galaxy, vagyis a Galaxis őrzővel fogunk foglalkozni. Ugye hát ez 2014-es legújabb Marvel produkció, ugye Stan Lee jóvoltából, amit ugye James Gunn rendező készített nekünk. És hát itt van mellettem nagyra besült kollégám, Spéler. Jaj, köszönöm szépen, Jayce, a kedves szavakat, hát nem tudom, megpróbálok megfelelni az elvárásaidnak. És igen, valóban elérkezett az idő, ugye Jayce ezt a filmet már nagyon várta, velem egyetembe. És hát Jasonnek ugye nem tetszett, hiszen azt mondott, hogy nem volt jó. Nem, mert én úgy voltam vele, hogy na végre itt az új Marvel film, bővül az univerzum, folytatják a bosszúállókat, és mivel a bosszúállók az teljesen abszolút csillagosötös volt, én tudtam, hogy a Galaxis őrzőit ugye regényekből, meg képregényekből ugye, hogy kik játsszák, de én sokkal komolyabb filmnek gondoltam. Tehát ahogy ezt felfújták, ezt a filmet, nagy dobra verték, nekem túl el lett hülyéskedve. Tehát a bosszúállókban New York sorsa múlt az ellen, vagyis a bosszúállókon, itt pedig az egész galaxis sorsa függött a hősöktől, és bocsánat, abszolút el lett hülyéskedve a film. Nekem túl vígjátékos volt, és így én sem tudtam komolyan venni ezt a dolgot. Hát én szerintem pedig kellett bele ez a kis igen, poén, voltak benne jó humorok, poén, amin sok én, is, poén. Én is nevettem rajta ezen a sok poénon, de néha már abszolút egy kicsit túlzásnak gondoltam, még akkor is, hogyha mosolyogtam rajta. Nem bántam meg, hogy moziba megnéztem, mivel a Marvel remekül bevezette ezt az univerzumot, remekül is folytatta, de most már abszolút ilyen Star Wars és Star Trek összegyúrására emlékeztet engem ez a Galaxis őrzői. Hát viszont ugye egy új csapatot ismerhetünk meg. Egy forradalmian új. Egy új Marvel csoportot. Így van. Ugye űrlordot, ugye az előzetesben ugye Star-Lordnak volt hívva, úgyhogy megint szembesültünk ezzel a trailerben, hát ugye, hogy máshogy fordítják, ahogy... Magyarok a legjobb szinkronhangok, de hát ez szakmai ártalom, hogy néha abszolút más. Igen, és a Rakit is mordál, nem tetszett, de mindegy, ugye az a lényeg, hogy a űrlord állop egy gömböt, azt hiszem, és ugye, hát ez onnan a főgonosz ugye nem nézi jó szemmel, hiszen ő neki kell ez a világ meghódításához. És ugye űrlord ugye arra kényszerül, hogy összeszűri a levet, vagyis összeálljon ugye Rakittal a mosómedvével, Groottal a fával, és Gamónával a bérgyilkos nővel, és hogy megmentsék a galaxist. Így van. A sztorit azt össze is foglaltad, de viszont én folytatnám, vagyis visszatérnék arra, hogy tehát a bosszúállók ugye az arról szólt, hogy azoknak gyakorlatilag az összes karakternek volt egy különálló filmje, ami be volt vezetve, de itt a Galaxis hát őrzőibe nincs bevezetve, senkiről nem tudunk semmit. Gyakorlatilag mondhatjuk. Senkiről nem tudunk semmit, tehát nincs nekik különálló filmjük. Én nem ismertem a Galaxis őrzőit képregényben, azt se tudtam, hogy ki kicsoda. Nekem nem tetszett ez. Tehát a bosszúállók fel volt vezetve a Marvel univerzumban, Galaxis őrzői nem volt felvezetve. Ja, bocsánat, és a Dex a pusztított kihagytam, elnézést. Tehát ezzel a filmmel most elbeszélünk egymás mellett. Én másról beszélek. De ugye ez a Marvel világának már a harmadik fázisa indult el ezzel a dologgal. Tehát Galaxis őrzőit folytatják, abszolút sikeres lett a film, jó volt, rendben volt, de ezzel megint úgy voltam, hogy egyszer vagy kétszer jó megnézni, de bosszúállókat tízszer is megnéztem már, de ezt valahogy nem tudnám. De Jayce, nem úgy ültünk be a moziba, hogy ez egy bosszúállók lesz. Jó, tudom, de mivel mégis valamilyen szinten annak a folytatása volt, én minimum olyat vártam tőle. Bosszúállókat húsvér emberek játszották, sokkal könnyebben elhiszi az ember. Jó, de jó volt, oké. Okay. Ne is vesézzük tovább. Én komolyabb filmre számítottam ennél. Hát ugye a szereplőkről még pár szót, ugye Chris Pratt ugye űrlordot játsza. Szerintem nagyon hiteles és nagyon jó. Ugye Zoe Landana ugye... Hát most le fogsz inni, de szerintem a színészgárda gyenge volt az űrlordon kívül. Hát szerintem egyáltalán nem, mert például a Gamora ugye a Kolumbiánába vagyis a színésznőt játszottam, és szerintem egy borzasztó film, itt pedig azért hozta a színvonalat szerintem. Nem tudom. De a Kolumbián az borzalmas volt. Nem jött be a karakter. Vin Diesel, mint Groot, az nekem nagyon tetszett, és hát ugye Bradley Cooper pedig a másnaposokból jól ismert színész, ugye pedig Mordáv és Rakitnak a hangján szólal meg, és én úgy voltam vele, amikor ugye Groot és Rakit ugye megszólaltak, hát az beszarás volt, tehát ott szétrögtem az agyamat én a moziba. Én is hát néha oda pillantottam rá, azért annyira nem. Elmosolyodtam a poénokon azért, mert bár én ennél a filmnél egy kicsit szigorúbb voltam, mint te,
De hát a bevételek igazából Hát nem azt mutatják, hogy rossz lett volna. jó indexet mutatnak, tehát ami azt jelenti, hogy lesz folytatás, egy pár taggal ismét bővült a Marvel univerzum, tehát számíthatunk arra, hogy például a Thor 3-ba, Amerika Kapitány 3-ba megint feltűnnek majd újabb karakterek, és feltűnnek egymás sztoriában, és esetleg a Galaxis Őrzőiből benne lesznek majd valamelyik filmben. Tehát fel Igen. fognak Tehát tűnni. akkor összegezve, én szerintem ez egy jó kis film, érdemes megnézni, moziban is. 6 pontot adtam neki 10-ből, Spiller. Akkor szerinted nem. Egyszeri megnézés megér, mert látványos, de nekem a sztori egy kicsit mesés volt. Most nagyon szigorú vagyok persze, de most én ezt így értékeltem. És bocsánat, még valamire kitérnék, ugye ebben te jobban otthon szoktál lenni, ugye a Ronának az apja, a fő gonosz, ugye Igen. Ronan annak az apja, az nem hasonlított a bosszúállókban arra az emberkére, aki a végén ott a stáblista után mutatnak. Az az Ultron, nem? És Az Ultronra ebben nem gondolsz? lehetett? Nem az Ultron volt. Nem, pedig tök Nem. úgy nézett ki Nekem én is az Ultron szerintem. jutott eszembe, de a neve is teljesen más volt, de azt most neked nem tudom megmondani, hogy mi volt a neve. De sokan az Ultronra gondolnak, de nem az Ultron volt. Az Hát akkor ennyivel Ultron, sokasabb lettem, nem, az köszönöm. Ultron az a bosszúálló kettőben lesz az ellenség. De jogos volt a kérdés, mert valóban hasonlít rá. Marhára. Az Ultronra gondolsz, igen, de nem ő volt. Tehát másról volt szó, csak karakterileg hasonlít rá, igen. Hát akkor jó, köszönjük szépen, Jézi, hát Viszont akkor én még annyi igen. érdekességet szeretnék elmondani, nem éppen ehhez a filmhez kapcsolódik, nem tudom, hogy tudtad-e, Spiller, hogy 2020-ig, tehát 6 éven belül 30 darab Marvel filmet terveznek még. Nem tudtam. Hú, hát az rengeteg. Tehát ebbe benne van az is, teszem azt, hogy például ott van a csodálatos Pókember, ott van ugye a Baljós Hatos, tehát abban benne van a Venom, benne van a Keselyű, benne van a homokember, stb. Tehát azoknak is terveznek különálló filmet, ami már csak önmagában hat. De itt 6 év alatt 30 film, az bődület. Hát az bődület. És ezt 2020-ig tervezik. Tehát ez mind a Hát Pókember el leszünk látva univerzumból. akkor. El leszünk látva Marvel filmekkel, mert azért mostanság eléggé a szuperhősök korát éljük, de hát biztos ez is majd divatvág fogja múlni. De én azt gondolom, hogy a csúcson kellene abbahagyni, tehát valahogy ennek a Marvel dolognak valahol vége kell, hogy szakadjon, vagy lezárni ezt a harmadik fázist, vagy a DC-s hősökkel esetleg egy nagy összeütközést, ehhez mit szólsz? Hát nem tudom, de hát Az ugye én ahogy mondod, fantáziám szerint. 2020-ig, akkor biztos, hogy nem lesz ennek vége, de mi sajnos mára végeztünk. Ennyit szerettünk volna elmondani, jók legyetek, sziasztok, és hát Köszönjük, hamarosan jövünk, hamarosan sziasztok! jövünk, köszi szépen, sziasztok!